A műsort a THX Games ZRT, a honfoglaló társas játékok gyártója támogatta. Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Igen, igen, nyugodjatok meg, én vagyok az Nessai, ez pedig a kedvenc játékotok, a Szövetség. Ma itt a honfoglaló arénában kettő társas játék veterán, ha mondhatom így, van velünk. Itt a kék csapat színeiben Kaci. Hello, hello, hello. A zöld csapat képviseletében pedig Dave. Szia, Nessai. Magyarország két legnagyobb társasjáték rajongója most élőben mutatja meg tudását. Vajon az évek alatt eleget játszottak, hogy most szövetségesként legyőzzék a sötét nagy urat? Hello, srácok, hát hogy sikerült a felkészülés, gyakoroltatok-e nagyon sokat? Abszolút, rengeteget. Éjjel-nappal, kvíz kérdéseket, lexikális tudásfejlesztés. Az összes tudásfáját átlapoztam otthon, úgyhogy. Nagyon jó. Én beültem egy-két szóbeli érettségére útközben, és úgy érzem, hogy minden tudás a birtokomban van. Jól van, hát ne felejtsétek el, srácok, hogy ahogy a játék neve is mondja, ez egy szövetség, itt együtt vagytok, egymás segíthetitek, megbeszélhetitek a kérdéseket. Így van, Dave most tudta meg, hogy ebben a játékban kivételesen nem Kaci ellen kell játszani, hanem vele. Így igaz, úgyhogy sok sikert a kérdések megválaszolásához. Most azonban nézzük meg, hogy a ti ellenfeletek az ellenség, a sötét nagyúr, aki én vagyok. Ezt tudom. Ez nagyon fontos. Honnan kezdi meg a hódítást a térképen? A jó reménységöből. Hát ez az egyik kedvenc területem, oda járok nyaralni, innen indul a támadás. Felépítettünk egy ügyes taktikát. Igen. A próbajáték alapján. Nos, ez most szétesett. Nézzük, hogy ti honnan kezdtek. A zöld csapat a csipkés fjordokról, nagyon izgalmas. Három körből fognak bedarálni, András. Téged. A kék csapat Kaci szemében a lángoló hegyekről indul. Hát nem vagytok túl közel egymáshoz, ez nem feltétlenül egy szerencsés dolog, pláne annak fényében, hogy a sötét nagyúrhoz is elég közel vagytok mind a ketten. Hát srácok, nagyon egyszerű a helyzet, jó kell válaszolni a kérdésekre, és akkor nem lehet baj. Mi ezt szeretjük úgy nézni, hogy igazából nem mi vagyunk közel hozzád, hanem te vagy közel hozzánk. Tulajdonképpen relatív a dolog, hát jöjjön akkor a terjeszkedés. A terjeszkedést ezúttal is, mint mindig. Én magam az első szó jogán, vagy az első éjszaka jogán, ahogy tetszik, megkezdem a végtelen hegység felé. De itt az ideje, hogy ti is szerepeljetek. Kaci, te következel. Én a titokzatos átjárót szeretném elfoglalni. Hát ez egészen izgalmas, mondhatni. Én vinném a magányos sivatagot, mert... Hát... Ugye, most... Nem kell nem... hozzáfűzni semmit. Igen, igazából. Önön magáért beszél. Ismét én jövök, folytatjuk tovább, azért elindultak felém, nem félnek a fiúk, a feneketlen tó akkor legyen olyan kedves hozzám csatlakozzom. Boruljon oda sötétség, mondhatni. Hát ez esetben Dave, én értelemszerűen a nyugati kikötőt vinném. Abszolút vidd el a nyugati kikötőt, én is akartam javasolni, különösen annak fényében, hogy ugye ha engem bezártok, akkor bárhova léphetek. Ez annak fényében tökéletes lesz, hogy mostantól gyakorlatilag a váratok mellé hibátlanul oda tudok telepedni. Lehet, hogy szellemi fogyatékos vagyok, de hát ez most... De addig, Kaci, míg kineveted magad, azért még menteni. Én a varázslók szikláit szeretném elfoglalni. Ott a mágikus csúcsok már is birtokba vehetőek. Nessai, nekem lenne egy javaslatom, hogy merre terjeszkedj. Parancsolj! Én a keleti kaput javaslom, mert... Senki nem mondja, hogy én tulajdonképpen azért nyerek, mert hogy Dave nem olvast el a szabályzatot, a keleti kaput szeretném kérni. Nagyon jó. A következő tippem is megvan egyébként. Hát sajnos ez egy ilyen egyszer kijátszható, léci segíts rajtam, hülye vagyok kártya. Kaci, te következel. Én az éles sziklákat szeretném. Éles sziklák. Egészen komolyan nem védsz be a béke földjével, hogy ne tudjon mellém lépni? Nagyon fontos a kommunikáció, srácok, ebben így be... Tehát látszik, hogy mi a gond. Van gond. Egyértelműen van gond. Igen. Felborult a taktikánk, már nagyon-nagyon az elején. De még nincs váratlanul késő. Ért. Nincs. Én elvinném a viharsarkot. Viharsarok már is a tiéd. Terjeszkedünk tovább hatalmas nagy lendülettel, jelen esetben én, a sötét nagyúr, a mindentudó.
Hát az a sötét erdő, a sötét nagyúrhoz én azt gondolom, hogy tematikailag is remekül illik, úgyhogy már ott is vagyunk, Kacivára mellett. Hát Dévnek nem hagytunk igazából sok gondolkodási időt és választási lehetőséget. A Békeföldje az egyébként is én vagyok, tökéletesen illik a magányos sivatagi területemhez. Tökéletes, Kaci. A felső síkságot vinném. Felső síkság, egy kis északi turistavidék már is a tiéd. Ismét én következem, hiszen miért ne? A kalózöböl jár végre. Végre az enyém, sosem volt még az enyém a kalózöböl. Ennek is eljött az ideje. Kaci? Ajaj, legyen a lélekvesztő. Lélekvesztő. Már is a tiéd. Dév? Én a Manók földje nekem nagyon, nagyon szimpatikus. Legyen, legyen. Ha így döntöttél, akkor én abszolút. Így döntöttem, és közben azt próbáltam meg felmérni, hogy jaj. Nagyon ügyesen a nyakamba ugrasztottad egyébként, úgyhogy köszönöm. Elfelejtettem, hogy együtt vagyunk, és nézd meg, hogy én milyen relatív biztonságban üldögélek ott. Igen, tehát a helyzet úgy alakult, hogy Dave rosszul taktikázott és bezárt engem, majd megijedve nagyon gyorsan elintézte, hogy csak Kaci lássa kárát ennek a hibának. A fenyves zug az utolsó szó. Bocsánat, ezt most úgy mondom, hogy tudtam volna bármi mást csinálni. Meg egyébként is egy extra területet tudtál volna még ott elfoglalni, mert a másik oldalról meg Kaci zárt be. Fog ez még fájni, aránytalanul a kezdéssel van probléma, nem velünk. Minden esetre azt kijelenthetjük, hogy dinamikus a térkép, hogy egy ilyen szót használjak. Nincs más hátra, mint hátra, ahogy szoktam volt mondani, kezdődjön a háború. Indul a háború első köre, a térkép az rendkívül érdekes, de nem számít semmi más, mint hogy jó kell válaszolnatok, és akkor nem lesz gond. Én bízok bennetek, nem. Nézzük, hogy mi az első kérdés. Nobel-díjakkal hogy álltok? Mármint, hogy nem az, hogy van-e nektek. Bár... a családban sincs. Ó. Most már sajnos. Hát ez szomorú, akkor reméljük, hogy máshonnan hallottatok esetleg róla. A kérdés ugyanis az, hogy milyen típusú Nobel-díjat kapott Martin Luther King az 1964. évben. Irodalmi, kémiai, béke vagy közgazdasági Nobel-díj? Béke. Egyértelmű. Egyértelmű? Semmi konzultáció? Vagy miért? Semmi. Hogy... Általában az emberi polgárjogi harcosok azok béke Nobel-díjat kapnak. Ha csak nem találtak ki még egy bombát mellé. Hát, és azzal teremtettek békét. Vagy fantasztikus gazdasági teljesítménnyel. Azt ugye tudod, Dávid, hogy ha ez most mégse béke lenne, akkor most azonnal elvesztettük a játékot, mert betalálja a váromat. Ja, jó. Jó. Hagyok időt. Ez, amikor realizálódik bennük, hogy csak a tökéletes de válasz elfogadható. De miért kell porászni? Tehát, hogy gut feeling, nem? Gut feeling. Na jó, egyébként ugye Martin Luther King 1964-ben kapta meg ezt a díjat, és ezzel ő lett a legfiatalabb, 23 éves volt, bocsánat, 35 éves volt, amikor hatalmas kémikus volt az ugrás. De nem kémikus volt, béke Nobel-díjat kapott. Természetesen helyes mit a válasz. Ne aggódj az Isten szerelmére, mert csak rám rakod a parát. Össze lehet titeket zavarni? Jó, ezt én így jegyzem őt magamba. Lehet összezavarni, és ő meg összezavar engem. Hát akkor Kaci össze is zavarnálak, válasz területet. Én a sötét erdőt szeretném. Úgy gondolod? Onnan nem bánnám, hogyha eltűnne. Jól van. Jó. Ugye megbeszéltük azt, hogy nem tudjuk elpusztítani a várát, mert csak egy területtel szomszédos. Úgyhogy csináljuk azt, hogy elfoglunk minden mást. Jó, takarítsuk ki jobbról, és akkor utána balról könnyebb. Balról meg bedaráljuk. Jó. Kalózöböl. Kalózöböl, akkor megkezdődik a keleti nyitás, mondhatnám így is. De én még azért ehhez hozzászólnék valamelyest. A magányos sivatagot szeretném kérni. Miért? Hát a sötét nagyúr téged is azért, hogy is mondjam, megcsap a szelével, és ez kicsit áthallásos ugyan, de a lényeg, hogy... Én értem, hogy mire gondolsz. Nem tudom, hogy melyik értelmében zavarba ejtőbb. Meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Mehetünk tovább. A második kérdés egy YouTube-bal kapcsolatos kérdés. Az nem értünk, tudod. Hát, ezt akartam már mondani, de adáson kívül majd megbeszéljük. Melyik videó akasztotta ki a YouTube nézettség számlálóját? Mármint, hogy nem érzelmi állapotilag, hanem rendszerileg kiakasztotta ezt a dolgot. Nem is hallottam erről. Nem a miénk. Hát nem. De ez még előfordulhat a jövőben.
segítek válasz lehetőségekkel. Nagyon az szépen, köszönjük. Gangnam Style, Shape of You, Despacito vagy Sorry. Esetleg az előadókat is, ha felsorolhatom. PSI, Ed Sheeran, Gangnam Fonzi. Style volt az első, ami átlépte az 1 milliárdot, úgyhogy szerintem az. Vagy Bieber. Jó, én neked hiszek, mert a... Nem tudom, miért hiszek neked. Neked hittem, úgyhogy ez most rajtad áll, vagy bukik, haver. Kaci, most még nagyobb a nyomásra. Érezd a felelősséget, mert ez most 3-mal bedarál engem, ha nem. Ez egy ilyen játék lesz, úgy néz ki. Így van, itt nincs mert nagyon most... lehetőség hibázni. Figyeljetek ide! Helyes volt a válasz, srácok, hát Gangnam Style, az okfejtés, Kaci. Hibátlan, ez meg egy kicsit kellemetlen, úgyhogy repülünk is a harmadik kérdésre. Nem tudom, mit vártatok, tehát a sötét nagyúr... De mikorunkban, mert minden kellemetlen. Ne haragudj, én a sötét nagyúrtól azt vártam, hogy megdolgozzon a területek elfoglalásáért. Hát jó. Azok a sötét nagyúrak, akiket mi nagyon szeretünk, azok úgy, tudod. Jól van, akkor választhatok területet. Köszi! Szép. Parancsolj! Köszi. Azonnal kérem vissza a magányos sivatagomat. Legyen a tiéd, élvezd ki ezt a pillanatnyi sikert. Kaci? Én pedig a fenyves zug felé indulnék. Fenyves zug továbbra is megy a takarítás jobb oldalon. Én azért, hát azt mondom, hogy menjünk vissza ide ebbe a magányos sivatagba. Legyen egy kicsit érdekesebb ez a sivatag, legyen ott történés. Van! Hát nélküled is! Ja, hogy ér? Hát, ez véleményes. Látod, magadra haragítottad. Nem, de igazából. Szerintem mind a kettőnket egy alapból utált. De ez téged jobban. A sötét nagyúr nem kegyelmező, mindenkit utál. Azért sötét, meg azért nagyúr, hogy most melyik jelző, mit takar, azt hagyjuk. Lássuk a következő kérdést. Melyiknek a legnagyobb a kiterjedése? Így hangzik a kérdés, és grandiózus válaszokkal, válasz lehetőségekkel szolgálok nektek. Melyik a legnagyobb? A naprendszer, az univerzum, a tejútrendszer, vagy a metagalaxis? Fogalmas. Vagy az univerzum, vagy a metagalaxis. Hát, de melyik? Vagy lehet, hogy a naprendszer? Akkor én megyek az univerzumra, te menjél a metára, jó? Jó. Mi az a metagalaxis, Dave? Kérlek, ezt meséld el nekünk. A metagalaxis az valójában olyan, mint a galaxis, csak nem mindenki érti. Értem. Kaci, te is ementén a gondolatmenet. Én vagyok az, aki nem értem. Ja, tehát érte, így már világos. És tehát ez nagyobb lehet, mint az univerzum? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mert hogy ugye az univerzum a mindenség maga. Ennek tekintetében rendkívül meglepő lenne, ha egy metagalaxis nagyobb lenne, nem? Jó van, verd le a tornyomat! A helyes válasz az univerzum, természetesen. Hát jól válaszoltál, úgyhogy ehhez gratulálunk. Nagyon jó. És nem tud rám, nem de. Tud, de hát egyet rám tud ütni. Uh-huh. Igen, a szomorú hír, hogy ebben a körben Kaci jött volna először. Fordítva mivel... kellett, ha fordítva tippelünk. Az a baj, hogy még nagyon újak vagyunk ebben a játékban, igen, és így nem nézem a sorrendet, hogy egy extra taktikai layert bele tudjunk ebbe az egészbe vinni. Figyelj, nem, amikor kiesel a játékból, akkor lesz időd elemezni, hogy ez miért történt, úgyhogy emiatt ne érezd kellemetlenül magadat. Én meg is támadnám a csipkés fjordokat, és megszabadítanám a 3 torony terhétől Dévet, legyen az 2. Vigyed, a szarabik tornyomat kapod. Amúgy így voltunk a jobbak. Fordítva rosszabbak lettünk volna. De egyébként... Mert akkor én foglalok, és rám itt 2. És rám itt 2. Úgyhogy kitaktikáztuk tulajdonképpen. Így akartatok rontani is. Igen. Összezavarható, látod? A magányos sivatagot szeretném újfent csak elfoglalni, és tökre örülnék, ha ez most így marad. Azt nem mondod? Akarsz kaciból is lecsippenteni egy darabot? Csak kérdezem. Figyelj, alapvetően miért ne? Jöjjön akkor az éles sziklák. Miért kell mindig... Az éles sziklák, én ez nagyon jó nekem. Nem őt dobáljuk. Nem, ott na, belharc az mindig tökéletes. Ne uszítsd. Erre épül a csatorna. Jól van. Még amíg ezt lejátszátok, nyugodtan, tehát hogyha oda-vissza valaki szeretne bosszút állni, addig én megbarátkozom a negyedik kérdéssel. Egy kis földtan, mondjuk. Földrajz, biológia, az testhez álló?
Nem, az a lényeg, hogy nem. Nagyon jó. Nagyon specifikus részei, igen. Jó, akkor a kőzettípusokról beszélgessünk. Nagyon jó. Remek. Melyik nem egy kőzettípus neve az alábbiak közül? Rendkívül egyszerű. Nagyon jó. Magmás, átalakult, üledékes vagy morénás? Moréna, az egy olasz focista, nem? Nem, az egy... Ja nem, az a muréna. Az idő az pereg. A morénás. Morénás? Én azt mondom. Jó, legyen a morénás. Ó, de lehetett volna az is, hogy morénás és átalakult. Lehetett. Meghaltunk. Volna. Hát van-e, tehát nézzük meg, magmás kőzettípus van-e? Biztos van. Van. Átalakult kőzettípus? Remélhetőleg én azt gondolom, van. Hogy van olyan, hogy van egy kőzet, ráfolyik a magma, és az magmás lesz, de közben átalakult. Is, egyszerre. Is? Az üledékest azt abban nagyjából biztos vagyok. Hát én azért nagyobb összeggel nem fogadnék erre, de ahogy érzed... Én azt gondolom, hogy segítettél volna. Az egyik megoldás az nem egy kőzettípus, hanem az a gleccserek vagy mozgó jégtakaró által szállított lerakott kőzet törmelékre ezt utal. Úgy is hívják, hogy moréna. Helyes. A megállapításod abszolút korrekt. Komolyan? Ez így van. A moréna. Ez. Na, hát jöttök visszafelé, ébredeztek. Te választasz először. Ne haragudj, hogy mi? Dév. Hát, hogy még van esélyetek. Hogy ébredezünk. Igen. Ez esetben a végtelen hegységet szeretném. Ó, nézd meg. Ez a jó, amikor az ember kiprovokálja belőlük a hirtelen döntést, és nem gondolják át, hogy mit kellene csinálni. Remek. Kaci, te is választhatsz. Mi? Én az... Hát, ez nagyon nehéz. El tudtalak volna tolni a sivatagomtól. Mert ha rámegyek a feneketlen tóra, akkor... Kaci, egy hibára vagyunk. Tehát ott van a üzéd mellett, a várad mellett. Tehát, hogyha egyet elrontunk mind a ketten, akkor egy körből bedarál. Igen, viszont ha meg eltaláljuk mind a ketten, akkor meg le tudunk verni két tornyot a váráról. Nem, egyet. Kettőt, mert te jössz először, és te... De ő visszafoglal egyet a végén. De ő visszafoglal egyet, akkor az éles sziklákat szeretném. Úgyhogy... Nem tudtok semmiféleképpen kettő tornyot ledönteni, hiszen... Egyet se. Még van szomszédos területe Kacinak velem, tehát addig nem támadhatsz Dave oldaláról. Igen, a de igazad van. Ez egy fontos szempont. És ő, még én is választhatok, és köszönöm szépen a végtelen hegységet, én akkor vissza is szedném magamnak. Vigyed. Remek! Nyargalunk tovább, repülünk, szárnyalunk, élvezzük a kérdéseket, kifejezetten a nehéz kérdéseket, úgyhogy íme a következő. Melyik korszak templom építészetére jellemző a csúcsíves keresztboltozat megjelenése? Hát ez a gótikus egyértelműen. Csúcsív, keresztboltozat, gótika egyértelműen. Köszönöm. Gyönyörű lenne, hogyha a lehetséges válaszok között nem szerepelne a gótikus, de nézzük, román, reneszánsz, gótikus vagy barokk? Ebben biztos, hogy Dávid? Baromira nem. Csak ez volt az egyetlen templom típus, ami eszembe jutott. Mi volt? Román, reneszánsz, gótikus vagy barokk? Szerintem vagy barokk, vagy gótikus. Hát... Rámegyünk mind a kettőre? Gótikus, gótikus. Ja igen, most lehet kockáztatni, mert mit tud csinálni? Mindig lehet semmit. Kockáztatni. Abszolút csak három köröm van, hogyha mind a ketten most rosszra nyomtatok. Akkor lever még egy tornyot tőled. Hát vagy gyakorlatilag tőled. Kettő tornyot tudok levenni tőled. Ha három. Tényleg? Az pedig ugye hát rövid szabályismertetés után azt jelenti, hogy vége a játéknak. Jaj, csak én a kölni katedrális, az gótikus, csúcsos, az, hogy mi az a kereszthomlokzat, fogalmam nincsen, de csúcsos. Részinformációkból dolgoztatok, Kaci meg leütötte a végé határozottan, hogy ez gótikus. De ő csak meg akar ölni. Bármilyen meglepő, ezt nagyon jól tette, gótikus a helyes válasz. Ez az a templom. Te minek örülsz? Én mondtam. De én együtt meg megerősítettem. Együtt vagyunk. Szép. Így van. Szép munka volt, srácok. Sajnos. Majd a végén. A végén lehet barátkozni. Addig csak szövetkezni. Na, Kaci, te választasz. Én a keleti kaput szeretném visszafoglalni, és ezzel eltakarítani téged arról az oldalról. Érdekes. Akkor én viszont szerintem a feneketlen tavat fogom elvinni. Tóth. Tóth.
tér is. És ezzel egyetlen területet hagytunk Nessájnak. Nem, a sötét nagyúr nem ja, adódik. Elfelejtettem, hogy neked van ez a freebie dolgod. Hát, igen, szeretek így néha átöltözni vedleni karakterekbe, de ez lényegtelen. A nyugati kikötőt kérném szépen tisztelettel tőled, drága Dávid. Nagyon szívesen. Kedves tőled, köszönöm szépen. Harc nélkül engedem. Hát, harc nélkül fogsz elhullani. Megyünk tovább, ez egy vidám játék. Hány kör van még? Következik a hatodik kör, a hatodik kérdéssel. Mi történt legkésőbb? Egy ilyen nyílt kérdésről beszélünk. Románia hadat üzen a monarchiának. Az őszi rózsás forradalom. A monarchia hadat üzen Oroszországnak, vagy német gáztámadás Ypernél. Melyik volt a legkésőbb az alábbi történelmi események közül? Elképzelésem sincs. Ez egy jó kiindulási pont, az én idő viszont. Én az Oroszországot. Én az őszi rózsásat fogom bejönni. Jó. Na. Hát nagy volt a tanástalanság. Fogalmam nincsen. A német gáztámadás Ypernél arról van elképzelésem, de fogalmam sincs, hogy első vagy második világháború. De azt hiszem, hogy a gázos dolgok az egyben voltak. És aztán áttértek a kettőt is csak. Kaci? Én remélem, hogy a történelem tanárom ezt nem nézi, mert... Innen is üdvözöljük Jolánka néni. Mert elképzelésem, nagyon rossz vagyok évszámokban. Na de valami alapján az őszi rózsás forradalom azért megszületett. Az volt úgy, az lógott ki nagyon a másik három közül. Á, értem. És későbbre lógnak ki? Úgy gondolom. Jól gondolod, Kaci. Ez a helyes válasz. Az őszi rózsás forradalom történt a legkésőbb. Be kellett biztosítani ezt, András, mert megmondom őszintén, hogy... Amikor én érettségiztem, még fekete-fehér papírra írtam. Az még az őszi rózsás forradalom. Az még az őszi rózsás forradalom környékén volt. Úgyhogy, és azóta nem nagyon foglalkoztam ezzel a témával, teljesen őszinte leszek. A veszteségeket mondhatni, hogy minimalizáltátok, de én azért megkezdeném, vagy folytatnám a területeimnek a növelését. Hát kérnék szépen egy feneketlen tót, tavat, kinek hogy tetszik. Tied. Ezt már is a birtokomba vettem. És a biztonság kedvéért választhat egyet azért Kaci is. Én a feneketlen tavat visszafoglalnám. Milyen jó ízlésed van a területválasztáshoz? Milyen jó cucc az. Abszolút. Átértünk így a tengeri, vagy tavi ütközetekre. Így van, mostantól nem csak égen, földön, hanem vízen is folyik annyira ez az ütközet. Van. A feneketlen tóban, biztosokkal. Én még nem jártam a viharsaroknál, úgyhogy most oda mennék. Hát ez parádé. Turistáskodni, köszönöm szépen. A következő kérdés emígyen hangzik, drága uraim, egy kis irodalom. Ki írta a Köpönyeg című művet? Friedrich Dürrenmatt, Jaroslav Hasek, Edmond Rostand, vagy pedig Nikolaj Vasiljevics Gogol. Gogol. Gogol? Ebben biztos vagy? Igen. Én elhiszem. Baromira nem, de... Ha ez rossz, azért annak lesznek következményei. Gogol. Gogol volt. A Köpönyeg az orosz realizmus. Én úgy emlékszem, és emiatt tudom, hogy olvastam. 1842-es a mű. Egyébként. És az is segíthet. Most már tök mindegy. És az is segíthet nektek, hogy tulajdonképpen én is csak Gogol nevét ismerem, és tudtam kimondani, ami a helyes válasz. Nem, a Haszekkel is nagyon jól. Igen, tulajdonképpen. Nagyon jó. Nagyon szép, Dávid. Igen, az igazság, hogy azért engem is itt megkínoznak a kérdésekkel, tehát vannak idegen eredetű szavak. Nagyon sajnálom, hogy nehéz feltenni a kérdéseket, Nessáj. Igen, azt gondolom, hogy a sötét nagyúr így mindig fel van tüntetve ebben a gonosz, kegyetlen szerepben, aki csak így kapja a területeket, azért nincs egyszerű dolga. Tehát, hogy nem, én érzem, ahogy... Fonémákkal küzd gyakorlatilag válaszok helyett, na de nem ez a fontos. A fontos az, hogy hála a jó égnek megint választhattok, Kaci. Én a... Elviszed a kikötőt? Elviszem a kikötőt. Elviszi a szeretném. Kikötőt. Ez egy tény. Meg is történik. Én kérem Dávid. Vissza a viharsarkomat, köszönöm szépen. Nagyon szívesen tessenek parancsolni, viharsarok.
zöldbe borul. Na most ugye előállt az az érdekes helyzet, amit hamarosan megszüntetek, ne aggódjatok, hogy a zöld csapatnak, tehát neked, Dávid, nincsen szomszédos területed a sötét nagyural, ilyenkor ugye Kaci területeiről ugrálhatsz át, de ezt én semmiféleképpen nem akarom, úgyhogy a nyugati kikötőt azt kérném szépen vissza, de a jövőre nézve ez lehet erre figyelni. Ja, igyekszünk, de ahhoz az kell, hogy legyél kedvesebb és megértőbb. Abszolút a lehető legkedvesebb és legmegértőbb vagyok, ezt a következő kérdés is tükrözni fogja. Oké. Melyik sportág? Jó. Jelentős eseményének ad otthont a Melbourne Park. Országúti kerékpár, ez tenisz, evezés vagy súlyemelés? Ez az Ausztrál Open és a tenisz. Ausztrál Open, de biztos vagy. Nem kevered? De! Hát lehet. Várjál. Kerékpár, tenisz, evezés. Nem keverem. Nem keveri, azt mondja Dávid. De lehet, hogy keverem. Nem keverted össze? A Forma 1-jel mondjuk, vagy az evezéssel? Hol volt itt Forma 1? Sehol, de annyira jó, hogy ilyen könnyen zavarba lett. Rohadj! Nem, ez az Ausztrál Open? Hát van Ausztrál Open, meg van. Melbourne, az Ausztráliában a baj, van. Meg Kanadában is van egy Melbourne egyébként, és akkor... biztos vagyok benne, hogy egy szaros kis falut Amerikában is Melbourne-nek hívnak. De a kérdés, hogy a Melbourne Parkban teniszeznek-e? Hát a parkban nagyon nehéz evezni, súlyt emelni bárhol. Hát alapvetően lehet, én nem tudom, milyen parkokat ismersz, de viszonylag könnyű bennük evezni, ha mondjuk egy vízszintes vízfelület, egy sík tükör az ott. Vízben, és parkban is van víz. Bezony. Nem csoda, hogy te vagy a sötét nagyúr, és nem hát, mi. Így van. Tehát nem, azért teljesen. Nem volt egyszerű ide kerülni. Innen is üdvözlöm a kedves nézőket, fel lehet rám is ám iratkozni YouTube-on, de ez nem lényeg. Anya. A fontos dolog az, hogy a helyes válasz a tenisz, tehát hogy sikerült azért mégiscsak levezetni helyesen, bármennyire is próbáltalak itt megkeverni. Igen. Bár magadat is megkavartad itt, majdnem nem tudom, mi jutott eszedbe a 10 másodperces időnél. Nem tudom. Hát kijelentetted egy tenisz, majd kérdezted, hogy jaj, mégsem. Tehát, hogy... Isten hozott az életembe. Köszönöm szépen. Bármire ki tudod vetíteni, és ez történik. Válassz akkor területet, és akkor megnyugszanak a kedélyek. Én nincs nagy választási lehetőségem, úgyhogy én a nyugati kikötőt már is szeretném. A tiéd. Már is a tiéd, és Kaci... Hát én pedig a végtelen hegységet vinném el kizárásos alapon. Vittétek is, hát nem álltok olyan rosszul, ezt így sötét nagyúrként így tudnám megfogalmazni, de azért még a győzelem az nagyon messze van. A végtelen hegységet kérném magamnak. Csak 6400-ra vezetünk. 5600-800 a pontok állása, bármi lehet. Hát például egy lépésből elpusztíthatsz minket teljesen. Ez így igaz. Lássuk, hogy a 9. kérdés lesz-e ez, ami megfog titeket, ami kifog rajtatok. Taktikai megbeszélés lehet? Bátran. Mostantól, ha két kör van hátra. Igen. Ha szétbontjuk. Igen. Ha nem vagyunk biztosak benne és szétbontjuk. Igen. Akkor sem tud... Ó, de meg tud, mert nem lesz szomszédos területed, és nem tudsz oda menni. Ja, mindegy, sajnos, mindegy. Kaci? Tippeljünk helyesen, én azt mondom. Ez válaszoljunk helyesen. Ez a stratégiám. Miért az elején mondod? Jogosítvánnyal rendelkeztek-e? Nem ez a kérdés, tehát, hogy nem igen, nem. Igen. Ezt csak én kérdezem. Nem, én nem vezetek. Hát pedig egy közlekedéssel kapcsolatos kérdés lesz, de egyébként nem kell hozzá jogosítványra rendelkezni, ez csak egy ilyen bemelegítő kérdés volt, hogy ébren vagytok-e még? Abszolút. Milyen alakú közlekedési jelzőtábla a vasúti átjáró kezdete? Ez nem ez. Milyen alakú? Nem az a lényeg, hogy mi van rajta, milyen alakú? Ez fontos. Kereszt, háromszög, nyolcszögletű vagy kör? Bármegy is az idő, már mi nem, most? Nem ez, hagyjál. Nem az X az. Lehet, de szerintem igen. Az milyen akkor, forma lesz? Hát, menjen a kereszt. És ha nem az, és buktok mindent, akkor és mi lesz? Te buksz minden... Kaci, te még jelölhetsz mást, de nem. Megpróbáltam. Én innen tudtam, hogy helyes. Egész eddig nem voltam benne biztos, de... Jó, helyes, menjünk kereszt, jól tudtad. Jaj. Vigyen el magával. Pedig nekem van jogsim kettőnk közül, de... De nálunk több a vasútjáró, ezek szerint. Ezt mondjuk... Otthon? De így a közelében. Így a konyhából a nappaliba egy vasútját.
Csúcsú. Izgalmas élet lehet egyébként. Jó, Kaci. A végtelen hegységet szeretném. Már meg is kapod azon nyomban. Ó, és én nem tudok, mit fog... Hát... Mi történik ilyenkor? Hát be kell támadja. Jó reménység öbölben. Szeretnék iszonyatosat rácsapni a jó reménység öbölre. Hát, ha kritikus találat is kettőt csapaz. Nem, sajnos ilyen szerepjáték elemekkel nem dolgozunk egyelőre. Ez az első szezon csak. Így van, egy következő évadban fogadjuk majd a feedbacket. Hát jónak nem mondanám a helyzetet a saját szempontomból szemlélve, de a végtelen egységet visszaveszem, és reménykedem benne, hogy a következő kérdés majd. Igen, drága Dávid. Ja, ez a 9. kör még csak. Akkor nem vesztettél semmi. Nem, az utolsó kör jön. A 10. kör jön? Igen. De hát akkor baj. Utcu neki. Halljuk a kérdést. A kérdés következik, hölgyeim és uraim. Kicsit lefehéredett a nagy úr. Igen. Ez jó. A természetes színem a sötétségben nem sok napfény ér, basszus. Jó. Rohadt miért szemtelenek. Miért kell a body shaming, András? Ennél jobbak vagyunk. Kezd elegem lenni ebből mentális a párosból. Most labdával nem akartam megdobni. Na jó van, azt mondjátok meg nekem, okos tojások, hogy melyik nem kabaktermésű. Melyik nem kabaktermésű? Melyik nem kabaktermésű? Az alábbiak közül. Tök, bió, uborka, mi vagy ez dinnye? Mi ez a kabak? Ezt nem tudni azért elég ciki, hogy melyik nem kabaktermésű. Tehát a kabaktermések éjjel-nappal itt járnak köztünk, és ti nem tudjátok. Tehát ez rohadt. A dió lesz, Dávid. Dió. Mert az most a... miért? Miért nem a dinnye? Azért, mert megnézed a magjait, akkor az uborkának, a töknek és a dinnyének ugyanolyan a magja. De, font. Ilyen kis, pici, apró, sort of ehető cucc. Ugyanolyan alakú. Nem tudom, hogy ez összefüggésed, de az egyetlen dolog, amit ki lehet zárni ez alapján, igen. Az a... Hogy hívják? Milyen termés? A jó. Csont... Valami. Plusz egy pontért leüthetjük a... Hát de nem arról van szó, hogy... Tehát melyik... Megjelöltétek a diót, most már nem tudok mit csinálni. Nem is kell. Az a helyes válasz. Hát tulajdonképpen, ugye az utolsó kör az sikerült, még foglalhattok területet. Igen? Dávid, te választasz először, tehát nem bánthatsz engem. Ha! Majd én? Ne, én ugyanannyi, én azt szeretném, hogy mivel hogy én már ráütöttem egyet a tornyodra, ezért szeretném megadni a lehetőséget Kaci barátomnak, hogy nagyon ő kedves. Is részesülhessen ebben az élményben. Én elfoglalnám a végtelen hegységet, köszönöm szépen. Kaci? Én pedig a jó reménység öblöt választanám. Választ. Sok szeretettel várunk téged, így sem tudtad elfoglalni, lerombolni, megsemmisíteni ezt a csodálatos kreatúrát, készítményt, a váramat. És ráadásul mindenek tetejében büdös bunkók, én kérem vissza a végtelen hegységet. Jaj, még foglalhat egyet, de cuki. Jaj, ez biztos rossz érzés most egy kicsit. Kedves játékosok, kedves Dávid és kedves Kaci, gratulálunk, hogy sikeresen megvédtétek a hazát. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Én nem érzem rajta egyébként. Elképesztően jól teljesítettetek. Azt kell, hogy mondjam. Nagyon okosak voltatok. Picit örülj nekünk. Hogy tetszett a játék? Nagyon! Nagyon izgalmas volt, érdekes volt, és még úgy, hogy vert helyzetből indultunk, és így is. Nagyon büszke vagyok a kis csapatunkra, mi nem szoktunk együtt dolgozni, de úgy látszik, hogy jól ment. Én nem gondoltam, mi 6 éve ismerik egymást a Dáviddal, de nem gondoltam, hogy így a orosz realizmus 1840, erről így valaha fogunk beszélgetni. Vagy a kabaktermésről. Vagy a kabaktermésről, de úgy látszik, ennek is eljött az ide, és annak külön örülök, hogy a sárkányodból meg egy ilyen unikornist csináltunk a végére. Nem elég, hogy győztek, de még meg is alázták a sötét nagyurat megjelenésében. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Köszönjük a meghívást. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
A szövetség adásait visszanézhetitek a Honfoglaló Aréna YouTube csatornáján, ahol egyébként a Honfoglaló híradó adásait is megtekinthetitek. Remélem, hogy jól szórakoztatok, köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Reméljük, hogy ti is jól szórakoztatok! Nézzétek meg a korábbi szövetségadásokat is, és iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legújabb videóinkról. Kövessetek minket Instagramon és Facebookon is. Kedden pedig újra találkozunk. Sziasztok!